Képek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban használható eszközökről. Egy gombnyomással segítséget hívhatnak az idősek, ha rosszul érzik magukat, vagy elestek otthonukban. Pécsen is működik ilyen jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amit nemrég pénzessé akar tenni a területért felelős MSZP-s alpolgármester. Az idősek, rászoruló idős pécsiek számára eddig térítésmentesen használatba vehető jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszerét a városnak, azt tegyük fizetőssé. Azt szerette volna, hogyha az igénybevevők körét 350 főre csökkenti a város, és ők ezért a szolgáltatásért gyakorlatilag díjazást kell fizessenek a város felé, mi ezt megtámadtuk. A városi közgyűlésen volt téma ez a szolgáltatás, ahol kritizálta a polgári oldal a baloldali elképzelést. Ennek eredménye is lehet, hogy változtattak a korábbi terven. Pétárfi Attilának és Nyögéri Lajosnak vissza kell táncolnia, és most úgy néz ki, hogy bár csak a jövő év közepéig, tehát 2022. május végéig, de 500 darab ilyen készüléket továbbra is üzemben tart a város, és ezeket addig térítésmentesen tudják használni. Reméljük, hogy tavasszal pedig egy új beszerzés indul, amelynek következtében ez a létszám szintén megmaradhat majd térítésmentesen, sőt, ezt lehet majd bővíteni is. Mi ezt szeretnénk elérni, és ezért fogunk harcolni a testületi ülésen. Erre hamarosan sor kerülhet, várhatóan a december 6-ára összehívott közgyűlésen is szó esik majd a pécsi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról.